Test és lélek rovatunkkal folytatjuk a délelőttet, és a Magyar Rákellenes Liga szeptemberi programjairól beszélgetünk. Itt van már velem a stúdióban a lelkisegélyszolgálat vezetője, Strommer Szilvia. Szeretettel köszöntelek ismét nálunk. Köszönöm szépen, és én is szeretettel köszöntelek téged, és természetesen a nézőket. Jó újra itt lenni a nyár után. Igen, mert nyáron a klubjaitok kicsit nyári szünetre vonultak, és most szeptemberben indul be minden újra a rendes kerékvágásba. Igen, igen. Ez egy kicsit olyan, hogy az emberbe talán bele is rögzül már iskolás kora óta, hogy a szeptember az egy ilyen újrakezdés, de valóban nálunk is a július-augusztus az csendesebb, hála Istennek a betegek, a hozzátartozók egy kis nyaralásra, szabadságra, néhol unokák vigyázására fordítják az idejüket, és akkor most kezdtük újra. Amiről mindig lemaradunk így a beszélgetésünkben, csak a jövő hónapra már tudjuk ajánlani, hogy minden hónap első kedjén egy közösen egy Szent Misével indítjátok a hónapot, a rákbetegekért Szent Peregrinhez imádkoztok, és hát a belvárosi Szent Anna templomban, a Szervita téri templomban gyűjtök össze. Így van, ez valóban minden hónapnak a második kedje, 4:45 a kezdési idő, és azért ebben a templomban, mert ott van egy Szent Peregrin erekje és kis szobrocska, aki a rákbetegeknek a védőszentje, és szeretettel hívunk, várunk minden olyan beteget, hozzátartozót, aki a önmagáért vagy a családtagjaiért szívesen részt venne egy szentmisén, hogy ott közösen is kérjük a gyógyulás kegyelmét, erejét. Aztán sorozatok is újraindultak, nem csak ezek az állandó programok, így például meditációról is tanulhatnak az érdeklődők. Ez szeptember minden hétfőjén úgy látom jelentkezik, és a házigazda pedig Fazekas Gábor lesz. Sokan azért úgy óckodnak a meditációtól, hogy fúha, az olyan nagyon keleti dolog, nagyon misztikus dolog, de hát itt abszolút ilyen gyakorlati tanácsokat kaphatnak majd. Egyrészt igen, másrészt azért azt gondolom, hogy ezt abszolút a katolikus egyház keretein belül szervezi Gábor is. Nagyon sok jezsuita atya és meditációt vezető személy van ezeken az estéken ott, hiszen a szemlélődő imádkozás azért ez például a jezsuitákhoz igencsak közel áll, és azt gondolom, hogy sok betegnek, hozzátartozónak segíthet az, ha egy kicsit sikerül ebbe valami jártasságot szerezni, hogy hogyan is kell elcsendesednünk egy kicsit, magunkra figyelnünk. Sokszor ez abban is segít, hogy észrevehetik, hogy mi az, ami az életükben talán változtatásra szorulna, hogy a betegségből kilábaljanak, vagy ha már túl vannak rajta, akkor nehogy visszatérjenek. Nyilván ezek nem kőbevésett, biztos segítő pontok, de azért azt gondolom, hogy nagyon hasznos lehet. Hát mondjuk nem csak a gyógyulásban, én azt veszem észre magunkon, hogy az elcsendesedés az igazából bárkinek segítség lehet a úgymond a hétköznapok túlélésében, vagy a hétköznapoknak a, nem tudom, megnyugvásában azért kell az elcsendesedés. Igen, én is azt gondolom, hogy nagyon kell, hogy néha egy kicsit önmagunkra figyeljünk, az életünkre, a mindennapjainkban. Nem véletlen, hogy a katolikus egyházban már a gyerekeket is így tanítják, hogy este nézzék végig a napjukat, mi történt benne, jó és rossz, mi az, amit másnap szeretnének elhagyni, mi az, amit, hiszen ez ránk felnőttekre ugyanígy vonatkozik, és ha ennek a gyakorlatnára valamilyen módon szert tudunk tenni, az gondolom, hogy hasznos mindenképpen. Aztán van egy másik klub, ami engem mindig is érdekelt, ami egészen messzi vidékekre vezet majd, ez pedig Hawaii-ra még hozzá, és itt ilyen különleges táncot fognak tanulni az érdeklődők, itt előzetesen regisztrálni kell, ha jól láttam. Igen, mert ez a létszám itt fontos, a terem nem túl nagy, tehát ha nagyon sokan vagyunk, az se jó, de ha csak egy-két jelentkező van, az meg egy picit kevés, mert azért egy csoportnak az élményét, az együtt táncolásnak az örömét azért az adja meg, ha minimum 4 résztvevő van, azért ez szinte minden második héten megvalósul, hogy van ennyi.
Ennek abban látom a legfőbb jelentőségét, hogy ezt egy valamikor mellrákban érintett hölgy vezeti, aki azt gondolom, hogy megtapasztalta azt, hogy a testével szembenézni az nem olyan nagyon könnyű egy műtét után. És ez abban segít, hogy nagyon sok nőnek megadja azt, hogy igenis, én táncolni is tudok, öröm, a mozgás is van benne, meg annak a együtt táncolásnak a szépsége, hogy képes vagyok erre, és kicsit a nőiesség érzését is segít visszaadni, azt reméljük. Akkor végül is önbizalmat ad ez a csoport. Végül is önbizalmat ad, igen. És azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, mert egy betegség diagnózisa után azért sokszor elvesztik az emberek az önbizalmukat, és jó újra hinni, hogy nő tudok lenni, hogy mozogni tudok, hogy talán olyasmiben is részt tudok venni, amiben eddig korábban nem. De azt látom, hogy azért a mozgás jegyében telnek általában. A mozgás és a művészet, ez a két legnagyobb csoportja végül is a Rákellenes Ligának, a klubjainak. Igen, ezen sokszor gondolkozunk. Egy időben nagyon hangsúlyosak voltak az ilyen tematikusnak mondható klubok, hogy mellrákklub, vesedaganatos betegek, agydaganatos betegek. Most is vannak ilyenek, és most is fontosnak tartjuk. De az a tapasztalatunk, hogy egy idő után a klubokba olyanok járnak, akik már évek óta sokszor túl vannak a betegségen, de igénylik ezt a közösséget, hogy hát erről talán beszéltünk is már sokszor, hogy olyan közösség nélküli világban élünk, hogy nagyon nagy dolog valahova tartozni. És talán több szükség van az ilyen kicsit, vagy néha így mondjuk léleksimogatásra, mint ezek a művészetterápia, irodalomterápia. A másik pedig ugye, hogy ebben az évben mi különös hangsúlyt tettünk a mozgásnak a szerepére és a fontosságára. Természetesen ezt folytatni fogjuk a következő években is, de most különös hangsúly van ezen, ezért nagyon szeretjük az ilyen klubokat, és úgy látszik, hogy például nagyon nagy az érdeklődés is, akár a közös séták iránt, a közös gyaloglás, kisebb csoportban a közös futás irán. Tehát a mozgásnak fantasztikus gyógyító ereje van. Hát aki egyszer rájön, az biztos, hogy nem hagyja abba a mozgást. Én úgy tapasztalom, vagy én azt látom ezeknél a kluboknál is. Ez így igaz, és lassan már egyik-másiknál ott tartunk, hogy jaj, már nem tudunk több embert befogadni, de azért igyekszünk akkor egy kicsit a kereteket bővíteni, hogy azért bárki jöhessen. Aztán holnap után pedig elindul a Fiatalok Klubja is, ez most kivételesen a művészet és a gasztronómia jegyében fog majd telni. Igen, ezt egy olyan fiatal kolléganőm szervezi, aki minden hónapban gondolkodik, hogy legyen valami kicsit más, hogy a fiatalokat talán nem azt szólítja meg, hogy egy kórház termében beülnek és közösen beszélgetnek, lesz nyilván ilyen alkalom is, de hogyha egy kicsit kimegyünk a szabadba, vagy ha valami olyasmiről tudunk beszélgetni, ami a mindennapjaikat is érinti, talán megint egy kicsit visszatérnék ahhoz, hogy mint ahogy a táncnál is, hogy hát evésről beszélni az a mindennapok része, az egy jó dolog. És milyen jó tényleg enni is, és az is végül is segíthet a gyógyulásban. Igen, és a rákbetegek között nagyon sokszor van egy kis olyan tévhit, hogy gyökeres étrendváltoztatást kell, ami azért a dietetikusok szerint nem teljesen igaz, de valamiféle étrendváltozásra azért lehet szükség, tehát itt a hasznosat kellemessel egy kicsit össze tudják kötni. Aztán hónap végén ismét jelentkezik az Ökumenikus Bibliakör is, amelynek a mostani havi témája a megbocsájtás lesz. Ez is szerintem nagyon fontos, hogyha a gyógyulás folyamatát nézzük. Igen, én azt gondolom, hogy a megbocsájtás ilyen irányba, olyan irányba is fontos. Fontos megbocsájtani azoknak az embereknek, fontos törekednünk rá, hogy meg tudjunk bocsájtani azoknak az embereknek, akikkel esetleg valamiféle konfliktusunk volt, és valamiféle haragot érzünk egymás iránt, de nagyon fontos önmagunknak is megbocsájtani nagyon sok helyzetben.
betegek között nagyon sokszor érzem azt, hogy egy komoly önvád van, hogy nem éltem olyan életmódot, hogy esetleg a későn fordultam orvoshoz, és ezeket jó, ha valaki realizálni tudja magába, és megállapítja, hogy ez a helyzet, és ezen jó lenne változtatni, de valahol az állandó önmarcangolás azt gondolom nem segít. Hát ez olyan, mint én ezt úgy tudom elképzelni, mint egy örvényt, ami végül is így folyamatosan lehúzza az embert, hogyha folyamatosan ilyen gondolatai vannak. Igen, és ezért nagyon fontos arról is beszélgetni, hogy önmagunknak hogyan, miben bocsássunk meg. Háromszéki Botond református kórház lelkész lesz most ennek az alkalomnak a vezetője, mert hogy mondtuk, hogy ökumenikus alkalomról van szó, de azt is látom a programok között. Nekem azt hiszem, hogy ez egy újdonság, Nordic Walkingra hívtátok az embereket. Szeptember 8-án volt ennek az első alkalma, de az azt jelenti, hogy akkor ez is egy új sorozat lesz. Igen, a jövő szombaton 15-én újra lesz egy találkozás, és ez is részben a mozgás jegyében, részben pedig azért, mert a Nordic Walking egy nagyon hasznos és talán nem olyan nagyon megerültető mozgásforma, illetve ki a maga erőlétének megfelelően tud ebben részt venni. A természetben most még igen szép az idő is, azt reméljük, hogy egy 4-5 találkozás alatt megtanulják a résztvevők ennek a technikáját. Hát de aztán ezt a mindennapokban is lehet alkalmazni. És aztán ők tanfolyam nélkül is ezt gyakorolhatják. Vannak-e újdonságok, vagy terveztek-e más klubokat beindítani így az őszi időszakban? Igen, itt a programok között is szerepel egy új beszélgetős klub. Ez kifejezetten úgy tűnt, hogy a séták és a gyaloglások közben merült fel erre az igény, hogy legyen egy olyan klub, ahol egyszerűen csak leülünk, nincs előadó, nincs meghatározott téma, hanem beszélgetünk. Ezt már egy vidéki szervezetünk korábban is jelezte, hogy ők elindítottak, ők beszélgető saroknak hívják, hogy nagyon sok olyan klubtag van, aki már tényleg régóta, hála Istennek, egészséges. És azt mondja, hogy ő már nem érdeklődik az iránt, hogy 15-ször meghallgassa, hogy milyen mellékhatásai vannak a kemoterápiának, hogyan lehet az ellen védekezni. Őnek is sokkal inkább jó az, hogy együtt vagyunk, beszélgetünk, ki mit főzött, kinek milyen az unokája, kinek mi a munkahelyén, a napi életben a gondja, öröme, és egyszerűen csak jó együtt lenni. Hát erre próbálunk egy lehetőséget teremteni. Ez most csütörtökön délelőtt lesz. Igen. Majd. Igen, és talán még egy, ez nem újdonság, de újrainduló most holnap, ez ugyanaz a Fazekas Gábor, aki a meditációkat vezeti, egy tudatos jelenléten alapuló stressz csökkentő tanfolyam, ez 8 egymást követő kedd reggel lesz az onkológiai intézetbe. Hát a terem miatt viszonylag korán 7:30-kor kezdődik, de aki még úgy gondolja, hogy egy ilyen stresszcsökkentő tanfolyam segíthetne a mindennapi életében, és 9:30-tól 9:50-ig ráér, 8 kedden, akkor még ma szeretettel várjuk a jelentkezését. Igen, nem tűnt fel, hogy kétoldalas ez a programlista, mert csodálkoztam, hogy hol van az irodalmi klub, de hát az is lesz, és már beszélgettünk Rozsányi Balázs elnök úrral az elmúlt héten a Limfóma világnapról, hát Limfóma klub is van, ami szintén majd szeptember 18-án, vagyis jövő kedden jelentkezik, de hát hétvégén még egy közös kerékpározás is lesz. Igen, reméljük, hogy ebből is hagyományt tudunk teremteni, ez már a második év lesz, tehát szeptember 15-e az a Limfóma világnapja, és a László Kórháznak attól az osztálya, a hematológiai osztályától, ahol a limfómás betegeket kezelik, onnan indulunk, reményeink szerint 50 zöld kerékpárral, amit a MOL Bubi ajánlott fel erre a programra, és egy rendőrség által biztosított útvonalon megyünk az onkológiai intézet hematológiai osztályáig.
Én tavaly részt vettem ebbe, állítom, hogy óriási élmény, és teljesen biztonságos. Én sem vagyok nagyon profi kerékpározó, de a rendőrség olyan kedvesen és szeretettel biztosítja az utat, hogy a világon semmi veszély nincs benne. Érdemes együtt lenni egy ilyen alkalmon. A hátára a pólóknak rányomtatjuk, hogy kiért biciklizik, ki az a beteg, akiért ezt a körülbelül 8 kilométeres távot, amit lassan teszünk meg, nem a sebesség a fontos, ki az a beteg, aki értesztő felajánlja. Hát Szilvia, nagyon szépen köszönöm, hogy ismét itt voltál nálunk. Úgy látom, hogy tartalmas lesz a szeptember, és minden hétre legalább 2-3 program van a Magyar Rákellenes Ligánál, úgyhogy jó munkát, sok erőt kívánunk ehhez, és jó szépen időt a hétvégére mindenek köszönöm előtt. Köszönöm szépen!